Folytatódnak a találgatások Kim Jong-un északkorai vezető állapotáról. Meg nem erősített források szerint a diktátor szívműtéten esett át, és állapota jelenleg válságos, de hivatalosan semmit sem közöltek róla. Műhold felvételeken látható Kim Jong-un vonata, mint feltűnik egy észak üdülő üdülővárosnál. Erről tájékoztatott egy észak koreával foglalkozó washingtoni szervezet. Ennek képviselői elmondták, hogy az állomást kizárólag a Kim család használja. Az észak koreai vezetőről továbbra sincsenek hivatalos hírek, de az mindenkinek szemet szúrt, hogy nem vett részt az államalapító nagyapja hivatalos születésnapján április 15-én. A héten az amerikai és dél koreai sajtó arról írt, hogy a feltételezések szerint kardiológiai beavatkozáson esett át, és egy villában lábadozik egy fenyán melletti üdülővárosban. A CNN hírtelevízió egy névtelenül nyilatkozó amerikai illetékesre hivatkozva azt közölte, hogy a beavatkozás után komoly veszélyben van a vezető. Egy japán magazin arról írt, hogy Kim Jong-un vegetatív kómában van a műtét után, egy hongkongi televízió elnöke pedig a közösségi médiában Kim Jong-un lehetséges haláláról írt. Ezt azonban nem erősítették meg Észak-Koreából. Dél-Koreai tisztségviselők azt közölték, hogy semmilyen szokatlan mozgolódás jeleit nem tapasztalták a szomszédos országban. Egy meg nem nevezett forrás szerint Kína egészségügyi szakértőket és kormányzati tisztségviselőket küldött Fenyámba. A küldöttséget a kínai kommunista párt nemzetközi kapcsolatokért felelős részlegének egyik magasrangú tagja vezeti.